Budapest egy patinás szállodájában vagyunk. Emlékszel még, Kacs, hogy hogy kerültél ide bemuzsikálni a pároddal? Egy kedves ismerősöm felhívott, hogy lenne kedvem bejönni muzsikálni. Természetesen nagyon megörültem a hírnek, és hál' Istennek nagyon sikeres volt a meghallgatásunk, és felhívott a Matit Café-nak a menedzsere, és felajánlott nekem egy szerződést. Adél, mit várnak el tőletek? Milyen stílusú zenét kell játszanotok? Klasszikus is, pop zene inkább. Főleg külföldiek jönnek? Igen, ide? Csak jó visszajelzést kaptunk eddig. Hogy akik jönnek Hollywoodból, vagy ezek a színészek, akkor mindig itt vannak ebbe a hotelbe, itt szállnak meg. Ez 5 csillag plusz aranykulcsos hely. És akkor mindig betérnek ebbe a kaféba. Mennyire nehéz, vagy inkább könnyű, hogy együtt dolgoztok? Számomra nagyon könnyű, mert ugye mind férj és feleség, mondhatom szerintem, hogy ritka, hogy így együtt játszhatnak, és az, mikor mi együtt elindulunk, öltözünk, és tehát eljöhetünk együtt muzsikálni, zenélni, tehát az leírhatatlan érzés. Ez tényleg a szív és az érzés ott. Hát ugye szerelmes vagy egy nőbe, egy igen, lányba. Ez biblikus, hogy nő és férfi test és egy lélek. És ez tényleg igaz. Amikor muzsikálunk, a szívünk, lelkünk megszólal, mert ez a lényege szerintem a zenének, hogy szívvel, lélekkel muzsikáljon. És akkor az a vendég is meg fogja érezni, tapasztalni. Ebben a patinás szállodában dolgozol. Fontos, hogy ilyen elegáns hely, egy ilyen minőségi zene járul? Főleg külföldi vendégekkel vagyunk tele. És nagyon kellemes a déli és délutáni program, amikor élő zenészek vannak, nagyon magas szinten játszanak. Szeretnék elmesélni nagyon kellemes történetet. Éppen a Schindler listát játszottak a kedves kollégák. Desszertet fogyasztó társaságnak az egyik hölgytagja elpikergett. Oda ment a csellós kollégánk, és ő adott neki zsebkendőt. Ó, már civilbe is vagy, Karcsi? Már civilbe is, így van. Hová mentek most? Zeneiskolába megyünk. Zongorázik a kislány. És hol van itt, a közelben van? Igen, ez? A Naputcában van. Szia, jó napot kívánok! Csókolom, Éva néni! Üdvözlöm! Na hát egy hosszú nyár után újra találkozunk, úgyhogy akkor belekezdünk az új tanévünkbe közösen. A Józsefvárosi Zeneiskolában vagyunk, a 8. kerület szívében. Én magam 40 éve tanítok a Józsefvárosi Zeneiskolában, és hát nagyon-nagyon sok, nagyon tehetséges gyereket neveltem föl, azok közül rengetegen mentek zenei pályára. Bella, te most hanyadik osztályos vagy? Egy második Z. A második, ugye most kezdődött. Igen. A második évfolyam. Minden nap gyakorlod is a zongorázást? Hát nyáron kicsit kimaradt, de amúgy gyakorlom nagyon a zenét. A karod, az most a tüdőd, és veszel egy nagy levegőt, és elindítod. Ez az, jó? Egy mozdulatra. Szia, Levente, szia! Szervusztok, örülök, hogy megérkeztetek. Ha jól tudom, ti már gyerekkori barátok vagytok Arcsival. Mióta ismeritek egymást? Ha jól emlékszem, én 12 éves korom óta ismerjük egymást, ugyanis nekem van egy első unokatestvérem, egy bőgősöm, és ők egy helyen tanultak.
a Rajkó zenekarba kerültek be, és én nagyon-nagyon sokszor látogattam az unokatestvéremet, és akkor ott a zenész gyerekekkel mindenkivel jobban lettünk, és ez a barátság nekünk ez megmaradt. Te milyen műfajban játszol? Én bárzongorista vagyok, milyen 2007-8 körül jött egy japán szerződés Yokohamába, és akkor ott majdnem fél évet töltöttünk egymást az általában étterembe, és amikor én hazajöttem egy másik hajós külföldi szerződésből, akkor beszélgetünk, hogy valamit kéne csinálni, ami más. És akkor közösen kitaláltunk, hogy például pop zenéket játszottunk el cselló zongor egy kicsit klasszikusabb hangzásba. Olyan apa vagyok, mint egy testvér. Ahogy szoktam mondani, a Terencé meg a piadon a bátveszett. Sose vegsz, veszesz. Nagyon sok egyéni vendégünk is van, illetve most az ősszel itt nagyon sok konferenciát tartunk. Évente akár több ezer ember is megfordul itt a házban. Igénylik a vendégek az élőzenét? Nagyon szeretjük az élőzenét is. Ez a hangulatot nagy mértékben befolyásolja, nagyon szeretik a vendégek. Most itt vagyunk a családi lakásotokban, anyukád, gyerekek, feleséged itt van. Te zenész családban születtél? Az édesapukám klarnétos, anyukám részéről az egész család, mind muzsikus. Nagyapám nagybőgős volt, kökény, Sándor Tízfillér, a Bece neve. És hogy, te nem klarinétos, hogy bőgős lettél? Úgy jött a cselló, hogy a anyai nagyapám, lementünk kísérre, és bementem a szobájába, megláttam egy csodát. Nagy bőgőt. Sarokba ott állt a nagyapámnak a bőgője. A papu mondta anyuéknak, legyen a fiad kisbőgős. A régebbi romák, a cigányzenészek úgy hívták a csellót, hogy kisbőgő. És amikor hazaértem már Budapestre, már apu már vett nekem egy kisbőgőt. Kitől tanultál, amikor már nagyobb lettél? Először az Ádám Jenő zeneiskolába kezdtem el tanulni. Magyar Kornélné, Marika néninél. És ahogy nagyobb lettem, egy legendától elkezdtem tanulni, a Mocsár Ferenc Pepe, a Pepe bácsi. Most augusztus 20-án kaptál egy rangos állami kitüntetést. Egy olyan megtiszteltetés ért engem, hogy átvehettem a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet. Csodálatos érzés ez. Adél, ti mióta éltek házasságban? Közel 10 éve lesz. Egy kiegyensúlyozott, boldog házasságban élünk együtt, és neveljük együtt a két szép gyerekünket. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen szép családot adott nekünk. A lányom az 8 éves lesz októberben, a fiam az meg most töltötte a 4 évet. És azért te egy zenés családban nőttél fel? A származásom az a Váradi család, a Runtó család, anyukám is zongorázott, gitározott. Jön a Karcsinak az édesanyja. Azért ön is segít, gondolom, amikor muzsikálnak a fiatalok. Én vigyázok a gyerekekre. 4 unokám van. És hál' Istennek mind a 4 kitűnő zenészek is. Tényleg 4 éves korom voltam, mióta már kimondtam az első szót, már tudtam, hogy zenész leszek.